Nos, kacok, szevasztok! Úgy néz ki, hogy kaptok még egy végigjátszás videót karácsony előtt, ugyanis végre egy kis nyomozgatás után sikerült megoldani, hogy hibátlanul fusson a modern rendszeremen ez a régi remek mű. Elárulom a trükköt, egy letölthető verziót szedtem le, vagyis egy rippet, illetve ezt összekombináltam az eredeti ezt vedd meges dobozos bolti verzióval. Elérve, hogy minden tökéletes legyen, és a régi pixeles grafikával fogjátok látni a játékot. Dr. Kyriennel, ha jól emlékszem a nevére. És akkor már is nyomok egy space-t, és belövöm úgy az egeremet, hogy a bal felső sarkában legyen ennek az idézőjeles ablaknak. Különben problémába ütközhetünk. Na. Annyit elárulok, hogy ez a végigjátszás előfordulhat, hogy több körös lesz. Elsőre most megmutatok egy útvonalat a játékból, aztán majd a későbbiek folyamán a jövő évben tervezem úgy, hogy a következő útvonalat mutatom meg. Ugyanis bizonyos pontjén a játéknak, hogyha teljesítünk dolgokat, akkor más irányba indul el a karakter. De közel volt. Szerencsére bekapcsoltam az auto reloadot, szóval annyira nagy problémám nem lesz. Na, egyelőre akkor egy útvonal, egyezünk ki abban. Aztán később megint arcade shooterkedünk. És haladunk a többi útvonalon is majd. Az a helyzet, hogy visszaemlékezve utólag jó sokszor végigvittem a játékot, az a hatalmas igazság, viszont de ez már nem most volt, hogy jönnek a gírnyók, ezek a legszivatósabbak, ha nem vagyunk elég ügyesek. Az az érdekes különben, hogy Win10-esen sikerült megoldanom ezt a dolgot, mert 8-ason például brutálisan szaggatott, akármit csináltam. Szóval ez így utólag is egy meglepetés volt számomra. És ha jól emlékszem, itt arra fog menni, amelyik majmot levadászom. Igen, a másik majom elfut. Wow! Pont az ellentétes irányba indult. Au, egy majomharapás. Szívesen. Nesze Géza. És jön mindjárt a következő vendég, ha jól emlékszem. Vendégek? Nem vendég? Jaj, de utállak titeket. Na igen. Ha bármilyen karaktert meg kell jelölni, akiket régen is, meg ma is utáltam, akkor az egyik az, ez a majom, és köszönöm szépen az extra életet, most nagyon kellett. Mi a fene volt ez a felülről jövő támadás? Mész innen, most kaptam extrát, húzzá innen. Na, az a helyzet, hogyha találok valahol holmit, ha jól emlékszem, dobozokban is van elrejtve extra élet. Jaj, mész haza! De közel volt. Hát, így kell ezt játszani. És mindjárt cserébe megharapnak a békák. Mész haza, Texasi. Oké, itt is. Hogy tudtam, hogy pusziszkodni akarnak a zombik? Ez az. De közel volt, hogy a csajt lőjem le. Na, adjál egy kis életet. Köszönöm. Állíthattam volna ezt feljebb is, mert régen mi úgy játszottuk, ugye bár ismerősökkel, hogy maximumra toltuk 5 életre, azt hiszem az a maximum. De így is lejjebb van véve a nehézség, szóval ez így teljesen jó.
Azt kell, hogy mondjam. Na, róla azt illik tudni, amit most a játék is mond, hogy a gyenge pontja az a kis vérpaca ott. Ijjj, és nem mindig találom el. Ezt meg is látszik. És amikor így táncol hátra, akkor még nehezebb. Na, alig várom már, hogy ledobja azt a páncélruhát magáról. Ez az. Innentől már könnyebb dolgom van. Csak táncoltatnom kell és lelőnöm az összes testrészéről a húst. Ez az. És ennyi volt az első pálya. Két bónusz élet gyerekek, szóval már 4-re feltolódott, ami nem is rossz. Jól is fog jönni menet közben. Mindenki csak a kezdő életünk ilyenkor valamiért 3. Mészin! Oh. Na, ide le is mehetünk akár. Nem kötelező. Sőt. Ez sikerült mind a kettőt kivadászni. Na szóval nem kötelező, és bizonyos helyzetekben ajánlom is a másik útvonalat. Na itt megint lesz valahol meglepi. Kövér zombi. Meg néhány idegesítő. Oké, még itt valahol emléke. Nem mész haza! Itt akár mondálkodhatunk is. Oké. Au! Jackhammer. Mész onnan? Nagyon szívesen. Csak azért is betalált egy. Aha. Titeket utállak megint csak. Aha. Wow! Ez most engem is meglepetésként ért. Annyit kell még tudnotok, hogy az extra életeket azt bizony feltoltam. Ah! Vagyis a continue-kat így hívják szaknyelvem. Mész innen! Nem kéne meghalnom. Véglegesen legalábbis. Na, itt valaki. Wow! Oké, megy ez. Na, hello! Négy van most jelenleg, hogyha... Ugyebár egyszer már meghaltunk. És nem is emlékszem, hogy extra életet azt lehet-e csak úgy szerválni, a franc egye meg ezeket már. Aha. Texas-i a legidegesítőbb. Vagyis inkább ijesztő, így kell mondani. Wow! Gírnyó támadás. Egy túsz. Még egy texasi. Egy ilyen idegesítő ugráncs. Egy rejtett zombi. Pontszámnövelő. Hagyod békén! Kár, hogy ilyenkor nem szabad ide még adni egy plusz életerőt. Mész innen. Remélem nem jön a haverja. Kösz! Nem akarok lemenni, szóval jöjjön föl inkább ez. És most figyeljetek. Ezek egy fokkal szívósabbak.
Vagy mégse. Wow. Texasival nem tárgyalunk. Wow. Wow, 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 wow. A franc egye meg. Nem mész te sehová. Ott valami. Egy érme, de nem tudtam sajnos eltalálni. Ez az. Ez az, kérek életet, ha már így összehoztuk. Na ez az. Csak jól kell pozícionálni az egeret. Na hadd nézzük, hogy mi a gyengéd. Ragudjatok, de legtöbbször inkább koncentrálok arra, hogy mit csinálok. Oké. Tenevérei már nincsenek. És betalált. Pedig nem szándékoztam minden egyes bossra életerőt pazarolni, mert az úgy nem lesz nyerő. Úgy néz ki, nekem is megkoptak a reflexeim ennél a játéknál. Na kapaszkodj meg! Meg vagy, öcsém. Na, ez is sikerült. Viskacok, remélem ez nem volt nagyon hopogós. Recsegett a kezembe a mikrofon. Még egy siker. Mit kapok cserébe? Egy életbónusz, jaj de jó. Nesztek. Itt megyünk be, és... Igen. Hú, de ijesztőek néha. Oké. Mész innen. Na, náhogy az. Húzzunk innét. Persze azért még bespawnol két zombit. Nem tudom, hogy Curie and Doki csinálja-e, de... Oké. Ott van extra. Még egy plusz megmentve, ez életet jelent. Azt nem tudom, hogy ilyenkor esetleg kapunk plusz életet, még ezen kívül, amit most láttok. Na, mész innen. Nem vagyok rád kíváncsi, hogy elkapsz. Meglepi. Nem. Szavamra úgy emlékeztem, hogy itt támadás van. Azért megmaradt pár dolog, de úgy néz ki, hogy nem jól. Ezt neked. Hoppá. Pókica. Még néhány. Hé, MC Hammer, menj innen. Nem emlékszem, hogy melyik a jobb útvonal, de most ezt választottam. Látjátok, ilyenekre kell figyelni, hogy oda lőttök valóvá, és arra fogtok menni mindenképp. De, aha. Ez pont nem jó útvonal. De közel volt.
Ezeket legtöbbször, na azt akarom kinyagni, hogy legtöbb helyzetben csak reflexből csinálom ezeket a lövéseket. Szóval, ja. Még valamennyire megvannak a dolgok ezek szerint. Hopp, ott volt egy érme. Hagyod békén? Oké, és 5 darab. Végre visszakaptam azt az egyet is. Hát érmére emlékszem, azért nyíltam ki azt a doboz. De nincs érme. Béka! Pókok nem kellenek, köszönöm. Aki a legidegesítőbb az most MC Hammer volt. Kaptam egy kártyát. Ellenkező esetben, ha nem sikerült volna megmentenem, akkor szellőzőn keresztül megyünk. A franc! Egy gyötrük, lőni kell, mint az őrült. Hú, de gyors volt. Megvagytok mindketten. Annyira tudnak ezek sunyulni, nem de? Ja, meg kellett volna lőjem azt az ajtót. Hát ha akkor könnyebb útvonalon haladok. Bár ez korán sem biztos. Hopp, elhallgatott a zene. Ez most engem is meglep, hogy őszinte legyek. De sajnos ilyen bugjai régen is voltak ennek a játéknak, legalábbis így a PC-s verziónak, hogy megszűnt a zene, csak is spontán. Nagy tűnés innen majmok. Oké, itt meglepjön. Akkor nézzük meg, hogy milyen ügyes vagyok. Pókica, téged nem kedvellek. Remélem, itt most nem veszítek életet. Úgy néz ki, megy még a dolog. Csak jó helyen kell tartanom az egeret. Kapni fogsz. Kapsz, öcsém. Közelebb jön. Na, ennyire azért nem kell. Puszit nem kértem tőled. Öt pályára emlékszem, de aztán lehet, hogy rosszul. Oké, egy bónusz, ez az. The House of the Dead. De jól emlékszem ezek szerint, ha minden igaz. Na, mindjárt kiderül. MC Hammer békén hagy engem, ugye?
ez szépen addig lövöm, még be nem jutok oda, ahova szeretnék. Jaj, ne! Na, egy megvan. Ilyenkor mindig azt csináltam, hogy amennyire csak lehet, még levetkőztettem az idiótát. Zseniális ez a játék, gyerekek, a mai napig. Nagyon szívesen szedem elő egyébként, csak kár, hogy idáig nem sikerült összehoznom, hogy futtatni bírjam a gépen. Ez már túlzás, hello. Ez az. Most vajon mi? Aha. Na persze. Oké, okay, két ugrálós. Méghozzá idegesítő verzió. Utána, ha jól sejtem, akkor a kékek jönnek. Akarsz még? Jó, ez megvan. Ilyen jó tippem volt. De igaz, az előzőek után mi más jöhetne? Wow, 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 wow. Visszamész, másik oldal. MC hordó. Ezek ketten pedig kiszöktek. Na, ez most nagyon jó kérdés amúgy, hogy nála mit kell csinálni majd. Csak tippelek. De... mintha ő azt csinálna, hogy teleportál ide-oda. Igen. Néz ki, csak be fog találni egyszer-kétszer, de semmi baj, még van. Continuum. És most jön az őrült módszer. Nem már! Jújj! Kezdhetnék már a végső fázist. Na most légy ügyes.
gyerekek, most nagyon izgulok. Utolsó kör, gyerünk. Megvan. Everything is over. I have nothing more to lose. However, I must go on. Goodbye, Kyrian. Farewell, Sophie. Na, gyerekek. És amíg főhősünk visszaballag a fő címképernyőhöz, hadd mondjam el nektek, hogy ez a játék még ennyi év után előszedve is tud meglepetést okozni, és ugyanolyan izgalmas maradt, mint annak idején, mikor először találkoztam vele egy haver számítógépén. Ugyanakkor még tört verziós volt, és nem volt hozzá zene, pont ez miatt egyébként, de utólag nagyon örülök, hogy ezt így összehoztam, hogy vásárolt verzió is van belőle, illetve hogy nektek be tudtam mutatni, mert ez ennyit megérdemelt ez a játék. És tudjátok, hogy mi a helyzet a többi dologgal, mi a dolgotok, hogyha tetszett a videó, illetve a játék. Írjátok azért meg kommentben, hogy mi a véleményetek erről a játékról. Hoppá, ott láttam egy magyar nevet. Szőke Johnny-t, ha jól láttam. De lehet, hogy csak vak vagyok, mert itt a legtöbb emberke ugye japán. Lévén, hogy Sega játékról van szó. Na, viszont én akkor megköszönném a figyelmeteket, és hát legközelebb szerintem még találkozunk a karácsonyi videóban, aztán legközelebb utána. Majd beírom a pontszámomat és a nevemet. Szóval legközelebb már csak jövőre találkozunk. Addig legyetek jók. Sziasztok!